Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit a Férfi Klub második előadásán, ha úgy tetszik. Ahogy a múlt hét szerdán is csináltuk, mivel ez egy gentleman, egy úri klub, nyakkendő nélkül egyen nem engednek be, ezért Józsit megkérem, hogy aki nincs nyakkendő, azoknak kapcsolja le a kameráját, kivéve Lacit, Kócsó Lászlót, ugyanis neki felmentése van a világ összes úri klubjába nyakkendő felvételére. Laci, elmondod ezt a sztorit, hogy miért nem kell neked nyakkendőt fordanod? Köszönöm először is a lehetőséget, sziasztok! Hát igazából ugye a sztori nagyon röviden az, hogy én a DX-en előtti életemben nyakkendőben éltem minden nap, és amikor eldöntöttem, hogy network marketinggel fogok foglalkozni, akkor hoztam egy döntést, hogy soha többet nyakkendő. Igazából az elmúlt 11 évben szerintem csak a hajókon, a gála vacsorákon volt rajtam nyakkendő, mert ugye oda máshol nem lehet bemenni, és hát nyilván nem szerettem volna hiányozni, de üzletépítés során bármilyen nagy rendezvény volt, nem igazából használok nyakkendőt. Ezzel igazából a szabadságot szeretném szimbolizálni, hogy ugye szabad a nyakam, szabad az életem. Jó, köszönöm szépen. Kócsó Lászlót hallottátok, a pionírt, az úttörőt, aki kitaposta nekünk az utat itt Európában a DX-enhez. Hozzád fordulok az első kérdéssel, hogy mi az, ami változott ahhoz képest, amit az MLM-ről gondoltál, mielőtt elkezdted volna ezt az üzletet? Hát ugye nekem a network marketingről egy olyan képen volt, hogy hát maga a rendszer, az egy nagyon professzionálisan kialakított, valóban valós előnyöket biztosító rendszer, tehát maga a multi-leveling szisztéma, viszont ugye nagyon negatív kép alakult ki bennem arról, hogy ezt hogyan csinálják. Tehát, és ezt nagyon sokáig visszatartott a network marketingről, tehát ugye ez a fénylő arcú, mellébeszélő, kamudomás, izzadságszagú, görcsölő, stb. Hát ez igazából most arra semmit nem változott. Ugye, tehát azt látom, hogy a többség még mai napig ezt így csinálja, viszont nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy találtam egy olyan céget, ahol lehet ezt csinálni, és komfortzónámban mond élet. Úgyhogy maga a szemlemből kialakult, az nem annyira sokat változott, viszont tudok egy helyet, ahol nem kell így, hanem lehet emberi hangon, normálisan, szabadon is építeni az üzletet hatékonyan. Köszönöm szépen, örülök, hogy ezt megerősíted, nekem is valami ilyen elképzelésem van róla. A következő kérdést viszont Busi Sanyinak teszem fel. Ezeket úgy jellemeztem a kis beharangozó videómban, hogy a tapasztalt harcos, aki már sok mindent megélt itt ezen a piacon, hogy te az üzlettársaiddal igyekszel-e kialakítani valamilyen féle baráti vagy magánkapcsolatot, vagy inkább megmaradsz annál, hogy az üzlet, a magánélet meg a magánélet. Sziasztok, én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Hát ugye van egy régi mondás, szerintem mindenki hallotta már, ugye úgy hangzik, hogy az üzletben nincsen barátság. Viszont én azt gondolom, hogy ez az MLM-re nem igaz, legalábbis a mi esetünkben biztosan nem. Ugye mi jellemzően tettük fel a hálózatunkat, tehát ugye közvetlen és személyes kapcsolatunk volt a regisztrálóinkkal, ami általában mindig egy kávézással és egy beszélgetéssel indult, és ugye ahol a legtöbb esetben már az elején ki is alakult egy ugye offline nem is nagy. Másképp, ha nincs bizalom, nincs szimpátia, akkor nincs regisztráció sem. Viszont, ha el is kezdtünk valakivel együtt dolgozni, nem mondom, hogy mindig, de a legtöbb esetben kialakult egy szorosabb kapcsolat is. És ha valakivel végigjártuk azt az utat, amíg gyémánt lett belőle, akkor az alatt szinte biztos, hogy kialakult egy barátság is. De nekünk szinte minden gyémántunk, minden vezetőnk a barátunká is vált az elmúlt években, de igazából nem csak a vezetőinkről tudom ezt elmondani, mert még a vásárlóink között is szép számmal vannak olyanok, akik nagyon jó barátaink lettek. És igazából én soha nem éreztem, hogy ez bármilyen negatív hatással lenne az üzletünkre. Ugye ebben az üzletben nem vagyunk egymással
alá vagy fölé rendelt viszonyban, mindenki a szabad akaratából dolgozik az üzletben, ugye nincsenek közöttünk érdekellentétek. Tehát ha emberileg közel állunk egymáshoz, akkor a barátság ugye nem tudja bizonytalanná tenni az üzletet, és ami még ennél is nagyon fontosabb, hogy az üzlet sem tudja megbontani a barátságot, hiszen egy a célunk, és abszolút közösek az érdekek. Az mondjuk igaz, hogy így sokszor nem lehet külön választani a baráti beszélgetéseket az üzletépítésre fordított időtől, de mi ezt is szeretjük ebben az üzletben, és én hiszek abban, hogy a hálózatépítésben kialakuló baráti viszonyok sokkal kellemesebbé és hatékonyabbá teszik a közös munkát. Köszönöm szépen. Ezt az remélem azok is hallották, akik azt szokták mondani, hogy az MLM-ben ugye nincs barátság, hanem csak ilyen vámpírskodás van, és mindenkinek a saját haszna az érdekes. Lenne egy érdekes kérdésem Lacihoz először, hogy mennyire tartod fontosnak a szponzorválasztást? Mennyire gondolod azt, hogy a szponzoron múlik igazából a sikere a jelöltnek, vagy a friss belépőnek? Erről nagyon határozott elképzeléseim vannak. A tapasztalat alapján egyáltalán nem fontos a szponzor szerepe, egyáltalán nem a szponzoron múlik az egyének a sikere. Én azt gondolom, ez csak egy ilyen hivatkozási alap lehet, hogy valaki sikertelen, hogy hát persze, mert a szponzorom így, meg a szponzorom úgy. Nyilvánvalóan nagyon hálás vagyok, nagyon sokat segített a mi szponzorunk, és egy nagyon jó választás volt. Viszont ugye, hogyha csak ő rajta múlna az eredmény, akkor nyilván az összes többi direktje is ugyanolyan sikeres lenne, mint mi. És ez ugyanígy vonatkozik nyilvánvalóan a mi munkatársainkra is, hogyha rajtam volna az ő sikerük, akkor mindenkinek egyformán nagyon sikeresnek kell lenni. Tehát én azt gondolom, hogy nem szabad ezzel becsapnunk magunkat. Nem a szponzoron múlik egy korrekt network marketing üzletben a siker, hanem magán az egyénem. Jó, nagyon szépen köszönöm. Sanyi, téged kérdeznélek, hogy volt-e olyan pillanat az eddigi MLM-es pályafutásod során, amikor úgy érezted, hogy ezt feladod? Egy kényes téma, mert a kérdés eleve azt feltételezi, hogy a hálózatépítésben azért előfordulnak komoly nehézségek is, ami abszolút tagadhatatlan, csak ezekről általában senki nem szokott nyíltan beszélni. Ugye a sikerélményekről mindenki szívesebben beszél, de a mélypontokkal ritkán dicsekszünk, pedig mindenkinek vannak, és ugye nagyon fontos, hogy hogyan tudjuk ezeket feldolgozni. Nem eséltem, hogy mi az MLM-et már többször feladtuk évivel, sőt, korábban már véglegesen és visszavonhatatlanul is feladtuk. Ugye ilyen utoljára 10 évvel ezelőtt történt közvetlenül a DXN-hez való csatlakozásunk előtt, de a DXN-ben még soha nem jutott eszembe, hogy feladjam. Olyan persze volt, hogy mondjuk érzelmi vagy mentális hullámvölgybe kerültem, hiszen rám is ugyanúgy hatnak bizonyos események, mint bárki másra, de ilyenkor maximum azt történik, hogy meg tudom eltűnni egy kicsit szem elől, hogy átragasszam másokra is a saját lehangoltságomat. Ugye, vagy extrém esetben ugye olyan is előfordult, hogy mondjuk felkértek előadónak egy központi rendezvényre, és nem vállaltam el, mert ha ugye én mély ponton vagyok, akkor nem tudom eljátszani azt, hogy minden rendben van. Persze ugye ilyen dolgokról nem illik nyilvánosan beszélni, mert egy vezető ugye sosem panaszkodik, természetesen én sem teszem, de azt gondolom, hogy néha ki lehet mondani azt, amit mindenki tud, csak senki nem beszél róla. Úgyhogy sokszor nekem is idő kellett hozzá, hogy vissza tudjam nyerni a hitemet, de ez eddig még mindig sikerült, hiszen azt gondolom, hogy tényleg a világ legjobb termékeivel dolgozunk, és rengeteg olyan esetet ismerünk mindannyian, amikor mondjuk emberek életét mentették meg a termékek, vagy éppen a jutalék, ami nélkül összeomlott volna az élete, és ugye ezek azok a dolgok, amiket nem lehet figyelmen kívül hagyni, és ezek azok, amik mindig adnak elég erőt és hitet a folytatáshoz. Szóval időnként küzdünk az elemekkel, de nincs olyan opció, hogy... Igen, én is így gondolom, hogy tulajdonképpen a siker úgy van, hogy elesek, fölállok, megyek tovább. Tehát nyilván vannak kudarcok. Sok vád éri az MLM-ezőket, hogy pénzközpontúak. Nekem éppen a napokban írta egy kritikus hozzá a YouTube videómhoz, hogy akinek a pénz az istene, az majd nagyon meg fogja bánni. Laci, neked az MLM-ben mi a legfőbb érték? Ez egy nagyon fontos kérdés. Hogyha egy szót lehetne használni, akkor én azt úgy hívnám, hogy a felelősségmentesség. A szó jó értelmével. Tehát igazából, hogyha van egy munkád,
akkor ugye felelősséged van minden, a be kell menned. Ha van egy vállalkozásod, vannak alkalmazottjaid, felelősséggel tartozol neki, de a network marketingbe beletetted a munkát, egy jó céget választottál, felépítettél egy hálózatot, akkor ugye van benne egy passzív jövedelmed, és igazából az életednek ez a területe teljesen felelősségmentes. Tehát ha csinálsz valamit, ha nem, akkor is jön a jutalékod. Most nyilvánvalóan itt mondhatnánk azt, hogy igen, jó, de hát az alsó vonalakért, munkatársakért felelősséggel tartozol, ez egy teljesen másfajta felelősség, hiszen mindenki a saját üzletét építi, mindenki a saját önálló akaratából, tehát egy olyan szabadságérzést tud generálni, jól kiválasztott network marketing cég, egy jól kiválasztott marketingtel, amit én azt gondolom, hogy semmi más nem tud biztosítani. Tehát számomra ez a legnagyobb érték, nyilván a szabadidő és az egyéb további pozitívunk mellett. Jó, köszönöm szépen. Sanyihoz lesz egy kérdésem, ugyanis ő is dolgozik online is, és mi is jártunk már úgy Csillával, hogy megkeresett valaki bennünket online, és kiderült, hogy ő más DXN szponzorokkal is beszélt már, vagy rájuk írt, és egy versenyhelyzetbe találtuk magunkat, hogy ahhoz fog csatlakozni, aki neki szimpatikusabb, vagy aki többet nyújt, vagy többet ígér. Te voltál-e már itt, Sanyi, hogy tudtad róla, vagy tudtad, hogy egy ilyen versenyhelyzetben vagy? Hát nekünk egy ilyen emlékeztetes esetünk volt, és mivel az illető a tudomásom szerint már nem aktív a DXN-ben, ezért el tudom mesélni. Még évekkel ezelőtt történt, hogy egy fiatalember megkeresett telefonon azzal, hogy ő szeretne a DXN-hez csatlakozni, és a weboldalunk alapján ugye mi lennénk azok, akiket el tud képzelni szponzorként. Hát ugye pár nap múlva találkoztunk, és kb. 2 órát beszélgettünk. Ugye ő elmondta, hogy ő nagyon komolyan szeretne foglalkozni az üzlettel. Megbeszéltük azt is, hogy milyen csomaggal fog elindulni, hogyan fogunk majd együtt dolgozni, tehát mindent. Ezt beszélgetés vége felé azt is elmondta, hogy már 2 másik vezetővel is leült személyesen, de az én személyiségem áll hozzá a legközelebb, tehát velem szeretne dolgozni, és majd ugye néhány napon belül akkor jön a pénzzel, regisztrálunk, és ugye együtt megvesszük a csomagját. Aztán ugye teltek, múltak a napok, aztán a hetek, és nem történt semmi. Nem hívott többet, én pedig soha többé nem értem előt a telefonszámán, és persze nem értettem, hogy én annyira lelkes volt, és annyira őszintének tűnik. Aztán egyszer az történt, hogy néhány hónappal később egy nagy DXN rendezvényen, az egyik szünetben egyszer csak jött velem szembe, lesütött szemekkel, nem tudta elkerülni a találkozást, és elkezdtünk beszélgetni. És hát ő elmondta, hogy próbált engem hívni, ahogy megbeszéltük, de napokig nem tudott elérni, és ezért csatlakozott az egyik korábban megkeresett vezetőhöz. És hát én persze tudtam, hogy ez nem igaz, hiszen olyan, hogy engem nem lehet elérni, olyan nem létezik, de szokszikert kívántam neki. És eltelt körülbelül 1 év, amikor ugyanez az ember újra megjelent nálam, ugye ismét lesütött szemekkel, és hát elnézést kért, hogy korábban nem mondott igazat. Ugye valójában az történt, hogy azért csatlakozott másik vezetőhöz, mert ő magasabb üzleti szinten volt akkor, mint mi, ugye akkor mi még csak sima gyémántok voltunk, és hát azt gondolta, hogy egy sikeresebb vezető mellett ugye neki is könnyebb dolga lesz. Aztán később rájött, hogy nem tud a szponzora gondolataival azonosulni, ugye nem érzi jól magát az üzletben. Hát hogyan lehetne megoldani, hogy mégiscsak mi legyünk a szponzorai? És hát nem volt boldog, amikor elmondtam neki, hogy erre semmilyen lehetősége nincsen, amúgy meg egy kiváló vezetője van. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha valaki ilyen helyzetbe kerül, az nem egy versenyhelyzet. Ugye legtöbbször csak a saját egónkkal versenyzünk ilyenkor. Ugye te el tudod neki mondani, hogy te hogyan gondolkodsz az üzletről, hogyan tudsz neki segíteni, hogyan tudsz együtt dolgozni, de lehet, hogy ő egészen más szempontok alapján fog majd dönteni, és ugye te sem tudhatod előre, hogy mivel nyersz többet, ha csatlakozik hozzád az illető, vagy ha nem. Ilyenkor a legetikusabb, amit tehetsz, hogy befolyásolás nélkül korrekt módon tájékoztatod, ugye hosszú távon úgyis mindig az nyer, aki tiszta eszközökkel játszik.
Abszolút egyetértve, köszönöm. Most nekem az ugrott be, egyszer volt egy érdeklődőm, egy hosszú telefonbeszélgetés végén kézzel lábbal igyekeztem lebeszélni arról, hogy hozzám csatlakozzon. Tényleg van olyan, aki azzal tesz jót, ha nem csatlakozik hozzánk. Laci, melyik a legfontosabb, vagy mi a legfontosabb tanács, amit egy új belépőnek adsz? A legfontosabb tanács az, hogy mindenki direktbe csatlakoztasson az üzlethez. Ugye ez a legfontosabb tanács, ugye? Ez a legnagyobb kockázat a DXN üzletben, hogyha valaki nem így csinálja, ugye lehet, hogy egy kicsivel később lesz gyémánt, viszont sokkal hamarabb lehet volna ambaszador. A másik dolog, amit mindig elmondok, úgyhogy elnézést, hogy nem most csak egy tanácsról beszélek, ugye, az a szabály, amit a tapasztalatom alapján a legnagyobb rizikófaktor a munka során, ugye az, hogy olyan emberekkel töltjük a nagyon drága és limitált üzleti időnket, akik nem akarnak pénzt keresni. Tehát amikor beszélek erről egy előadáson, vagy egy vezetői találkozón, akkor mindig megerősítenek ebben, hogy ez nagyon így van, hogy az embereknek a nagyon nagy többsége az nem azért csatlakozik egy network marketing üzlethez, mert komolyan pénzt akar keresni, hanem hogy úgymond ellopja a drága idejét. És hogyha nem tudjuk megkülönböztetni az embert, hogy ki az, aki valóban pénzt akar keresni, aki hajlandó beletenni a munkát is, akkor ugye nem lesz időnk arra, hogy olyan embereket keressünk, akik meg valóban pénzt akarnak keresni. Köszönöm szépen. Mi a tanulás és a csinálás helyes arányai? Most arra gondolok, hogy vannak emberek, akik széttanulják az agyukat, de nem kezdenek el dolgozni, úgymond. És olyan is van, aki dolgozik, de semmit nem tanul, és ezért nem jönnek a sikerek. Hogy van ennek valamilyen, szerinted, valamilyen helyes aránya, hogy tanulni és csinálni? Sanyi, te hogy gondolod ezt? Én azt gondolom, hogy a tanulás is természetesen nagyon fontos dolog, de nem győzöm hangoztatni, hogy mi a világ legegyszerűbb üzletében vagyunk, amit akár nulla tudással is el lehet indítani, és később ugye lassan apró lépésekben is fel lehet építeni azt a tudásbázist, ami későbbiekben szükség lehet. Nekem az a tapasztalatom, hogy a tanulni vagy a csinálni kérdése az abszolút személyiség függő, és ugye sokszor nincs is logikus összefüggésben egymással, de hogy mondjak erre is két szélsőséges példát a hálózatunkból. Ugye volt egyszer egy olyan esetünk Évivel, amikor tartottunk egy tájékoztatót 8-10 embernek, és ugye még be sem fejeztük, amikor egy hölgy egyszer csak felpattant, ugye felkapott néhány regisztrációs lapot az asztalról, és anélkül elviharzott. Mi még ott maradtunk beszélgetni az érdeklődőkkel, és ugye nem telt el egy fél óra sem, amikor ez a hölgy visszajött, és hozott magával két kitöltött és aláírt jelentkezési lapot, plusz a sajátját, és ugye úgy lépett be, hogy már volt két alsó vonala is. Ugye neki semmi gondja nem volt azzal, hogy nem tud szinte semmit, és a hirtelen lelkesedését azonnal cselekvésre váltotta. És ugye kb. 30-40 percnyi információ elég volt hozzá, hogy utána még ennél is rövidebb idő alatt ugye két embernek úgymond eladja a lehetőséget. De nyilván ugye ő egy ilyen típusú, ilyen habitusú ember volt, aki nem bonyolította túl a dolgokat. Ugye ennek az ellentéte például az a munkatársunk, aki a regisztrációja után minden héten ott ült a bemutatókon, ugye eljött egytől egyig minden rendezvényre, de hónapokig nem volt egyetlen belépője sem. De mindig azt mondogatta, hogy majd akkor kezd el dolgozni, ha már mindent tud. Körülbelül 9 évvel ezelőtt történt, ő azóta is itt van, aktívan fogyasztja a termékeket, és még mindig tanul. Ja, és egyszer ugye véletlenül csatlakozott hozzá valaki, aki például azóta már régen gyémánt lett. Én azt gondolom, hogy a tanulás és a cselekvés összefüggése az nagyon nehezen befolyásolható. Szerintem kicsit olyan ez, mint a nyelvtudás. Ugye van, aki tud néhány angol szót, az se biztos, hogy jó, de mégis bátran leáll beszélgetni bárkivel, és van, aki évekig szorgalmasan tanulja a nyelvet, és mégsem mer megszólalni. Ugye a mi üzletünkben természetesen szükség van egyfajta tudásra, de nekem meggyőződésem, hogy mindannyian sokkal képzettebbek vagyunk, mint ahol éppen tartunk az üzletben, és most mindegy, hogy ki milyen szinten van, és természetesen ezt saját magamra is értem. Ugye, hogyha belegondolunk abba, hogy mire van szükségünk a növekedéshez, biztos, hogy mindenki arra az eredményre fog jutni, hogy nem a jelenlegi tudásra kell is, hanem a jelenlegi aktivitásra. Úgyhogy azt nem tudom, hogy mi a tanulás és a csinálás helyes aránya, de abban biztos vagyok, hogy az összetevő közül ugye a csinálás az, amiből sokkal több kell.
Köszönöm szépen. Laci, a gyerekeinek mit javasolsz? Tanuljanak egy rendes szakmát, vagy nyomják ezzel el az emelemet? Egyiket sem. Ugye én azt javaslom, hogy érezzék jól magukat az életben, és próbáljanak ki minél több dolgot, hogy megtalálják azt, ami valóban a számukra a legfontosabb, és ami a legkellemesebb érzéssel tölti el őket, úgyhogy a rendes szakma szerintem a máson is ilyen nem nagyon létezik, nagyon kevés van, és hát nem munkát szeretnék nekik adni jövőképként, hanem inkább lehetőséget. Az MLM pedig nálunk ebben kapcsolatban nem téma, tehát ha ők úgy gondolják, akkor építik, ha úgy gondolják, hogy nem, akkor úgyis jó. Ha lehet azt mondani, hogy nálam most ezzel kapcsolatban úgymond egy eléggé markáns stratégiai váltás, hiszen nagyon aktív vagyok az üzletben jelen pillanatban, ugyanem aktív, mint amikor elkezdtük, és hát ugye fölmerült egy kérdés, ugye egy stratégiai kérdés, hogy mi legyen a cél az, hogy minél arra legyen meg egy nem létező cím, úgymond egy ilyen dupla krónambaszador, vagy inkább a 4 felnőtt gyermekünk alatt építsünk fel egy nagy üzletet, és hát az utóbbi mellett döntöttem, úgyhogy most nagyon aktívan és nagyon magas számba oda szponzorálunk új munkatársakat. Ez nyilvánvalóan nem egy ilyen, hogy is mondjam, tehát nem azért, hogy az ő egójuk vagy bármilyen szinten is ők szerepeljenek, hanem a cél az, hogy nekik legyen egy olyan passzív jövedelmük, egy olyan magas passzív jövedelmük, amivel igazából egy olyan életet tudnak maguknak változtatni, ahol nem befolyásolási tényező a jövedelem. Ez ahhoz képest, hogy azt mondtad, hogy egy új belépőnek azt javaslod, hogy mindig mindenkit direktre, akkor ez a kivétel. Igen, de nyilvánvalóan azért ezt mindannyian tudjuk, hogy hát ugyanúgy ez ilyen esetben azt gondolom, hogy direkt megszámít. Köszönöm. Sanyi, mondd el, hogy mi az a 3 tulajdonságot szerinted, ami neked a legnagyobb segítség volt a sikerhez itt a DXM-ben? Ennek a kérdésnek azért örülök, mert aki ugye olvasott már valaha MLM-mel foglalkozó könyveket, vagy hallgatott előadásokat, ugye számtalanszor találkozhatott ilyen felsorolásokkal, hogyha sikeres akarsz lenni, akkor legyél szorgalmas, kitartó, türelmes, empatikus, stb. Ugye, ami persze mindig az, de én most egy kicsit félretenném ezeket a sablonszövegeket, és elárulom az igazságot, úgy, ahogy ezt még biztos nem hallottátok, úgyhogy lehet most ez egyfajta coming out. Ugye az én egyik leghasznosabb tulajdonságom szerintem az, hogy lusta vagyok. Persze, ugye ezt senki nem tudja, mert a környezetem azt látja, hogy mindig csinálok valamit, de ugye ez kizárólag azért van, hogy közelebb kerüljek ahhoz a célomhoz, hogy egyszer ne kelljen csinálnom semmit. Ugye én már nagyon régen az iskola mellett 14 éves koromban elkezdtem dolgozni, és körülbelül 20 éves lehettem, amikor először hallottam az MLM-ről, amiből akkor csak annyit értettem meg, hogy kevés munkával sok pénzt lehet benne keresni, és én már rögtön, én már akkor azt gondoltam, hogy ez pont nekem van. Úgyhogy tulajdonképpen a mai napig szorban dolgozom azon, hogy egyszer ne kelljen elnyomni ezt a fontos tulajdonságomat, és olyan rúzsak, csak akarok. És ez egy komoly hajtóerő. És ugye ehhez kapcsolódik egy másik tulajdonság, hogy rendkívül türelmetlen vagyok. Tehát, hogyha akarok valamit, akkor azt általában azonnal akarom, ami persze nagyon ritkán jön össze. Viszont ezért kénytelen vagyok addig dolgozni rajta, amíg a lehető legrövidebb idő alatt megvalósul. És ugye a türelmetlenségem hajt folyamatosan, hogy minél előbb elérjem azt, amit akarok. És hát ugye ez egy külső szemlélőnek persze tűnhet úgy, hogy türelmes vagyok, de valójában nem szeretek várni, tehát szerettem a gyors eredményeket. És hát ugye a harmadik fontos tulajdonságom pedig azért van szükségem, ugye, mert a lusta és türelmetlen embereket senki nem szereti, azért nagyon fontos az önuralom. Ugye a dolgok ritkán alakulnak úgy, ahogy az ember előre elképzeli, ugye a hálózatépítésben is. Hullámvölgyek, vagy váratlan nehézségek, feladatok, és ugye nagyon fontos, hogy az ember ezeket a megfelelő alázattal kezelje. Ugye ugyanúgy, mint a sikert, a kudarcot is időnként el tudom fogadni, de amikor látszólag türelmesen és szorgalmasan teszem a dolgomat, azért ilyenkor az aktivitást sokkal mélyebben gyökerező tulajdonságok hozzák ki belőlem, úgyhogy
Én azt tudom mondani, hogy bátran legyél lusta és türelmetlen, de csak akkor, ha belőled is ez hozza ki a legtöbbet. Természetesen kivéve akkor, ha szponzorod mást mond neked, mert akkor inkább az az igaz. Nagyon szépen köszönöm, érdekesnek ezek a tulajdonságok. Egyik éppen félkezi, a másik éppen inspirálja a másik hasonló tulajdonságot. És ha már nálad van a szó, Sanyi, akkor van néhány villámkérdésem. A és B válasz, gondolkodás nélkül rá kell vágni, hogy melyik. De nem fontos megmondani, hogy miért az. Ha akarod, elmondhatod, de nem fontos. Mehet? Mehet. Minestrone vagy doktor limlevese? Doktor. Egy hét Dubajban, vagy egy hét a hajón? Egy hét Dubajban. Egy per egy, vagy kis csoportos? Egy per egy. De melyiket szereted inkább kitalálni, vagy megvalósítani? Kitalálni. Breitling, vagy Doxa? Egyik sem. Csilis csoki, vagy csokis gesztenye? Ezt nem hallottuk. Csilis csoki. Köszönöm. Laci, hozzád is van néhány hasonló villámkérdés. Melyik a hatékonyabb? Egy előadás több száz embernek, vagy egy jó weboldal? Egy előadás több száz embernek. Úszás vagy gyaloglás? Gyaloglás. Rákóczi túrós vagy baklava? Baklava. Microsoft vagy Apple? Apple. Hideg morinzi vagy meleg morinzi? Ez már mindegy. Jó, köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon aranyosak voltatok, hogy elfogadtátok a meghívást, és a felvételt leállítjuk.